5 évvel ezelőtt indult az a program, amely a kis- és középvállalkozásoknak nyújt segítséget. A cégek fejlesztési tanácsadásra adhattak be pályázatot. Egy komoly kampányt végzett a konzorciumunk, annak érdekében, hogy minél több vállalkozás és minél több tanácsadó cég ismerje meg ezt a programot, illetve a szabályozás és a feltételek is nagyon pozitív irányba változtak. Ezt követően a Nyugat-Dunántúli régióban rendkívül sikeresen zárult a program, ugyanis a régió részére rendelkezésre álló körülbelül 590 millió forintnyi támogatási összeg gyakorlatilag túligényelésre került, hogyha ennek a duplájára állt volna rendelkezésre, akkor gyakorlatilag azt is ki tudtuk volna folyósítani. A pályázatok 63%-a mikro, 28%-a kis és 9%-a középvállalatoktól érkezett ebben a régióban. A pályázók átlagosan 2,3 millió forintot céloztak meg, az átlagosan megítélt összeg 2,5 millió forint volt. A városokat nézzük, akkor gyakorlatilag Győr volt az, aki a legnagyobb támogatásban részesült, tehát innen érkezett be viszonylag jelentős számú támogatási igény. A kis települések esetében mindhárom megyében, hogyha összehagyjuk, akkor körülbelül ilyen 6-7-8 igény jött. Ezek viszont, még egyszer kiemelném, ezek mind nyertek, tehát ezek mind sikeresek voltak. Azt gondolom, hogy a Győrnek az aktivitása, illetve a Mosó-Magyaróvár aktivitása az külön kiemelendő ebben a programban. A tanácsadói díjak felét az Európai Unió fedezte, a szolgáltatásokat pedig előzetesen akkreditált tanácsadó szervezetek nyújthatták csak összesen 12 különböző tématerületen. A pályázati eredmények egy picit igazolják az eddigi tapasztalatainkat, tehát az, hogy a vállalati stratégia, a szervezetfejlesztés, az online megjelenés és a marketing voltak azok a területek és azok a témák, amikre legnagyobb számban érkeztek pályázatok, és aztán legnagyobb támogatási források is nyerték el. Én úgy gondolom, hogy ezek a kulcskérdések azok, amik a vállalkozásokat most leginkább érintik. Természetesen emellett azért volt kereskedelem, azért volt pénzügyi kérdések és egyéb más alapvető dolgok is, de talán ez volt a 4 téma, ami kiemelt. A projekt záró sajtótájékoztatón elhangzott, mivel az elmúlt 5 év tapasztalatai azt mutatják, hogy van igény a KKV-k részéről hasonló támogatásokra, ezért amennyiben sikerül forrás találni, lesz folytatása a programnak.